A Szökkenő Vándor a kadett és az ifi válogatott edzőtáborába érkezett ide a tornacsarnokba, és természetesen itt van velünk dr. Magyar Zoltán, a Magyar Torna Szövetség elnöke is. Elnök úr, mennyire melengeti meg a szívedet, hogy itt a sok fiatalt látod készülni a tornacsarnokban? Mennyire jutnak eszedbe a te régi edzőtáborait? Hát azok elég kegyetlenek voltak, de hát nem is ez a fontos, hanem nagyon jó utánpótlásunk van. Már kezd látszani ez a két-két és fél évi munka, hogy tudunk összegeket ráfordítani a magyar tornára, és különösen az utánpótlásra. Ami nagyon érdekes és jó, elindítottunk egy olyan sportiskolai rendszert, és pont ugyanabban az általános iskolában, a Telepi utcai általános iskolában, ahova én jártam, oda jár az utánpótlás válogatott, és ott tanul, és így tudnak reggel is edzeni, meg délután is edzeni. Említetted azt, hogy a te edzőtáboraid annak idején kegyetlenek voltak, engem nagyon érdekelne egy-két történet abból az időszakból, amikor mondjuk te voltál ilyen 14-16 éves. Az én edzőmnek az volt az politikája, hogy minél többet edzünk. A szigor az nagyon-nagyon meghatározó volt, és nagyon egyszerű körülmények között edzettünk. Én emlékszem még, amikor a Telepi utcai általános iskolában edzettünk, akkor egy lógrásnál a szertárból beszaladtunk a mosdóba, a mosdóból a öltözőbe, és az öltözőből futottunk be a terembe, tehát olyan kicsik voltak a lehetőségek. Amikor később itt a Jégszínházban, ott is egyik helyen volt csak a talaj, a másikon a férfi szerek, tehát sokkal-sokkal nehezebb volt fölkészülni. De a mai tornához már ez a minőség kell, tehát itt már iparszerűen lehet megcsinálni mindent. Én úgy érzem, hogy meg is tesznek mindent a tehetségüknek megfelelően. Csorvási Soma tavaly megnyerte az országos bajnokságot, és az EOF-on is járt Boncsér Krisztiánnal és Kis Balázzsal. Nagyon komoly céljaid voltak tavaly, milyen célok vannak idén? Idén a legfőbb cél az az Európa-bajnokságra való kijutás csapattal, és ott egy nagyon jó szereplés. Utána még az a célom, hogy összetett döntőbe kerüljek, és esetleg még talán korláton is bejuthatnék a döntőbe, ez az álmom. Hát ez nagyon szép álom, gondolom ehhez azért nagyon sok mindent kell tenni. Mit kellett mondjuk itt ebben az ifi edzőtáborban tenni ezért? Ebben az ifi edzőtáborban már fél gyakorlatokat, elemeket kötünk össze, sok a technikai rész, az erősítő alapozó edzések azok már a múlté. Most is egy-két erősítő elem vagy végén specifikus erősítés van, de már főleg az elemekre hajazunk. És mennyi a lazítás, a pihenő azért itt két edzés között? Két edzés között azért elég laza. Átmegyünk ebédelni, az teljesen felszabadult hangulatban folyik, utána pedig itt pihennünk, tanulunk. Tehát ez a három óra két edzés között azért pihentető. Úgy gondolom, hogy nagyon jó kis összetartó csapat ez az ifi válogatott, ezt már több versenyen is bebizonyítottátok. Mi a ti titkotok? Hát a titkunk talán az, hogy egy iskolába járunk a legtöbben, és nagyon kiskorunk óta ismerjük egymást, szinte tudjuk egymás lépéseit, szóval ismerjük egymást, és ebben tudjuk mindenben segíteni egymást. Ismét egy különleges érkezés itt a Szökkenő Vándorban. Beni jött méghozzá Szaltóval. Simán be tudtál ideugrani, nem okozott gondot, úgy láttam. Nem okozott gondot szerencsére. Hát igen, mert hogy ugye pontos helyekre kell ugranotok talajon is, hiszen fontos, hogy ne legyen kilépésetek. Igen, meg kell állni belőle, és nem szabad kilépni a talajon, mert levonás jár érte. Itt most ebben az edzőtáborban nagyon sokat gyakoroltad a talajt, hogyha jól láttam. Igen, hát most vannak nehézségek, nagyon fáj a bokám, mindkettő is, sípcsontom is fáj, de szerencsére ez a talaj sokkal jobb, mint ami a Fradiba van, ezért jobban tudom csinálni a talajt. Milyen egy-egy ilyen edzőtábor, egy ilyen összetartás, hiszen ilyenkor nem csak fradisták vagytok együtt, hanem az ország különböző szegleteiből is érkeznek. Szereted ezeket az összetartásokat? Igen, nagyon szeretem igazából az ebéd miatt is. Itt nagyon szeretem itt az ebédet, főleg Tatán, ott nagyon szeretek táborozni, a terem is jó, és itt is nagyon jó a terem.
utánpótlás szövetségi kapitányként hogyan látod ezt az edzőtábort és a fiatalok hozzáállását a tornához? Ennek az évnek ez a másik edzőtábor, havi rendszerességgel találkozunk. Ez a másik edzőtábor, az alapozó időszaknak lassan vége van, úgyhogy most már egy kicsit az új elemekkel, fizikai képességek fejlesztése háttérbe szorult, inkább több elemmel foglalkoznak, illetve elkezdenek a gyakorlatokat összerakni, a gyakorlatot elem kombinációkkal a gyakorlatokat próbálkoznak. Úgy látom, hogy elég jól haladunk, van néhány kisebb sérülés, kisebb fájás, de ahogy közelik a verseny, szerintem ezek el fognak múlni. Ki mindenki van volt itt az edzőtáborban? Most a felnőtt válogatott is edzőtáborozik, és a Boncsér Krisztián ugye azt a megtiszteltetés érte, hogy a felnőtt válogatottal készül, miután a Dudás Norbert a Kerekes Zsombor tanítványaként lent van Tatán, tehát itt a Krisztián is lent van Tatán. Az összes többi ifi tulajdonképpen itt van, aki a mi számításba jött, a 20 fős keretből mindenki itt van jelen pillanatban. Ez a 20 fős Heraklész keretben úgy néz ki, hogy egy 2-10 fős keretre osztjuk őket. Az A keret, azok elsősorban azok a versenyzők, akik a világversenyek készülnek. Ugye idén ifi Európa bajnokság lesz és gimnáziádé, ezek a versenyzők alkotják az A keretet. Ők már közelebb állnak egy kicsit a felnőtthöz, mint az ifihez. A másik fel a B keret, azok a versenyzők, akik még nem első éves ifiként vagy kadett versenyzőként, ügyesebb kadett versenyzőként már a felnőtt vagy az ifi korosztály saját döngetik, tehát itt van egy A keret, B keret része, vannak egy kicsit idősebbek, és a másik a fiatalabb része. Milyen összetartó a ti csapatotok? Hát sokat vagyunk együtt, minden nap találkozunk, ugye, többet vagyok velük, mint akárhol máshol vagy, mint otthon. Meg vagyunk, szeretjük egymást, mint barátok, és összetartunk. Téged mi hajt műhúz a tornában, mit szeretnél idén elérni? Nagyon nagy célom, hogy kikerüljek az EB-re, az EB csapatba benne legyek, és hogy a gimnáziádén is szépen szerepeljek. Nem csak a ferencvárosi Tomcsányi Benedek küzdött sérüléssel, hanem a Győrből Siket Olivér is. Olivér, mennyiben változott ez tavaly óta? Hát a vállammal voltak gondok, de már jó, és nagyjából meg tudtam csinálni ugyanazokat is, amiket a sérülés előtt meg tudtam csinálni. És miért szeretette a tornát? Tetszik, amit csinálnak benne, szeretek mozogni, szeretek így jó dolgokat csinálni, menti szaltó, meg érdekes sport. Nem véletlenül ülünk Kis Balázzsal a lovon, hiszen mondhatjuk, hogy lólengés specialista. Balázs, milyen új elemekkel készülsz a következő időszakra? Most igyekszem új egykárpás elemeket beépíteni a gyakorlatba, hogy nagyobb legyen az anyagerőssége a lovamnak, és mert ugye az a célom, hogy az Európa-bajnokságon minél jobb helyezést érek el lovon. Ugye mindig is a lólengés volt a kedvenced, hogyha jól tudom. Hogyan jött ez a szerek közül? Nekem úgy jött a lólengés, hogy viszonylag hosszú karjaim vannak, tehát az átlagnál hosszabbak a kezeim, és ezért azt mondják, hogy jól mutatok a lovon, és szebben tudok körözni, jobban ki tudom vezetni a köröket, és hát így alakult. És ezt egyébként jobban is élvezed, mint a többi szer? Hát igen, mivel ez megy ugye a legjobban, ezért ez is így a kedvencem, és ezt szeretem csinálni. És az mondjuk inspirált, hogy itt most az utánpótlás edzőtáborban Berki Krisztián is itt volt? Persze, ez mindenféleképpen inspirál, mégiscsak egy olimpiai bajnokkal lehet együtt edzeni. Az előbb Kis Balázzsal a nagy lovon, Mészáros Krisztoferrel most pedig ezen a kis lovon ülünk. Nem véletlenül, hiszen Krisztofernek is a lólengés az egyik kedvence. Krisztofer, ilyen pici lovon voltál már valaha? Gyakorlatot még nem csináltam rajta. Mit gondoltál, hogy kihívás lenne? Lehet, hogy sikerülni. Tehát lehet, hogy egy páros kört azért meg lehetne csinálni. Ezt meg tudom. Azt áruld el nekem, hogy hogy lett egyáltalán a lólengés a kedvenced, és hogyha helytállóak az információim, akkor a talajt is szereted. Hát a ló az azért a kedvencem, mert sokan ott lettek olimpikonok, és én nekem is ez megy a legjobban. Te magad általában Győrben készülsz. Mit jelent számodra az, amikor itt együtt vagy a többiekkel a budapesti tornacsarnokban? Hát többet tudunk beszélgetni, nem csak Facebookon meg Instagramon, hanem élőben is tudunk beszélgetni. Az internetet említetted, hogy ott tartotok kapcsolatot. Mennyiben játszik szerepet az internet olyan szempontból az életedben, hogy a tornát kíséred-e ott figyelemmel, vagy akár elemeket, vagy saját magadat visszanézed-e? YouTube-ot szoktam sokszor nézni nagy tornászokról.
És onnan ki tudsz nézni elemeket is akár? Tehát volt már olyan, hogy kivettél onnan valamit, és te magad azt elsajátítottad? Igen. És ha ezeket a kis YouTube-os anyagokat nézed, akkor ki a példaképed? Köhely Júcsimora és Berki Krisztián.